Na hát, jó reggelt mindenkinek, itt vagyok a Millenárison, amihez rengeteg élmény köt, ugyanis ebben az épületben itt mögöttem 7 éven át dolgoztam, amíg itt volt a Csodák Palotája. Most viszont egészen más miatt vagyok itt, mert hogy a Gateway to Space nemzetközi űrkiállítás visszajött Magyarországra, és ez az, amit most meg fogok nézni, hogy miben változott tavalyhoz képest. Induljunk! Ja, kamera! És ez most arra is egy tök jó alkalom lesz, hogy kipróbáljam azt a riget, amit a tegnapi videóban mutattam meg, tehát hogy a hangrögzítő és a mobiltelefon hogyan működik együtt a videózáshoz. És itt a bejárat, nézzük is meg a kiállítást. Először egy viszonylag hosszú folyosón keresztül kell végigmenni, ami stílszerűen meglehetősen sötét, de legalább meglátom, hogy hogy szuperál a telefonom ilyen sötét körülmények között. És amíg ezt elmondom, rögtön helyet is foglalok itt a föld körülkeringve, vagy legalábbis azt az illúziót igyekszik kelteni ez az installáció. Most, hogy kigyönyörködtük magunkat, induljunk is tovább. Már látom a fényt az alagút végén, és ez a rész az, ahol Horváth Dávid betétál a képbe. Szervusz, Dávid! Ja, bocsom! Hogy tetszett a kiállítás, kedves Dávid? Nagyon tetszett. Én azt élvezem az egészben a legjobban, hogy egy csomó mindent ki lehet próbálni, bele lehet ülni, meg lehet fogni. Én nem szeretem azokat a kiállításokat, ahol búra mögül lehet csak megtekinteni dolgokat. Nyilván sok ilyenre is szükség van, mert valami öreg, régi, nem bírja a strapát. De hát, hogyha csak ez van mellette nagyon sok szöveggel, akkor az nem gondolom, hogy leküt egy 8 éves. Jó van, Dávid most ellopja a sót, egyébként egy újságíró barátom, tök véletlenül futottunk most itt össze, de megnézem, hogy mennyire volt igaza, és valóban nem statikus-e a kiállítás, mint ahogy tavaly volt. Na, most. Ali. Rögtön itt a bejáratnál van tehát az a rész, ami az űrkutatás kezdeteit mutatja be, azt az időszakot, amikor még csak álmodoztunk az egészről, hogy mi lenne egyszer a világűrbe kijutni. Nem lövök le minden poént, szerintem gyertek el és nézzétek meg ti magatok, én megyek tovább. Mindenütt rengeteg tévé van és korabeli bejátszás. Itt például a Sputnikot mutatják be. A Sputnik oroszul valami olyasmit jelent, hogy kísérő. Egyébként most tudtam meg, hogy a Trabant, ami szintén kísérőt jelent, állítólag épp azért lett Trabant, mert hogy ez a szó szerinti német fordítása az eredeti szovjet, bocsánat, orosz Sputniknak. Maga a kiállítás amerikai, de ennek ellenére az tök korrekt, hogy a szovjet sikereket is simán megemlítik, illetve azokat is bemutatják. Hát nehéz is lenne elhallgatni egyébként, hogy az űrversenyt mi minden motiválta. Ami tök jó, hogy makettek vannak mindenütt, rakéták, holdjáró, űrsikló pilótafülkéje, űrszondák és űrbudi. És hölgyeim és uraim, besétálunk a Mir űrállomásra. Az a durva, hogy hiába tudom, hogy ez az egész egy makett, és direkt van ferdén beállítva, rendesen szédülök ideben. Az alapján, amit eddig láttam, túlzás lenne azt állítani, hogy a kiállítás szuper interaktívá vált volna, de nem is ezt ígérték a szervezők, hanem azt, hogy ezt a történeti részt kibővítették, ami meg is történt, illetve az interaktív rész is további elemekkel bővült, ehhez pedig át kell jutnom a Destiny egység makettjén. Jézusom! Valakit itt nagyon nyúznak. Az itteni interaktív kütyük közül egyetlen dolgot fogok nektek megmutatni. Itt van a gyroszkóp, amire a múltkor azt mondtam, hogy nincs az a pénz, amiért felmennék rá, mégis felmentem rá, és szerintem most alig várom, hogy újra kipróbáljam, úgyhogy be is állok a sorba, és megkérdezem, hogy hogy lehet ismét kipróbálni. Bár nincs sor. Most be is üzemelhető, úgyhogy már megyek is be, gondolom le kell hozzá pakolnom mindent, még jó, hogy itt van velem Balázs. És átadom neked a kamerát. Tavaly csak egy volt, nem? Már hogy ilyen egyszemélyes. Igen, volt egy személyes, mi volt
Ja, hogy van egy személyes is. Várjál, ez csak két tenge... csak két tengelyen megy. Na mindegy, lehet, hogy összehasonlítjuk a kettőt. Ezek azok, amiket nagyon-nagyon tudok utálni. Ez így jó lesz? Tökéletes. Na hát akkor lássuk, hogy... hogy lesz ez. Ezt nem kell szorosakra húzni, vagy ez így jó? Ez így jó. Jó, eddig jó. Még igaz? Tavalyról jobbra emlékeztem. De jó ég. Köszönöm szépen. Borzalmas volt. Köszi. Bocsi, tudnál nekünk egy rövid interjút adni, milyen volt? És most még egy interjút is kell adnom, hogy vajon milyen volt. Itt a kamera. A szenvedésem története benne lesz a Hegyvidék TV-ben. Király. Egyébként annyira nem volt rossz, lehet, hogy tavaly más állapotban voltam, amikor felszálltam, azt szerettem legkevésbé, amikor fejjel lefelé álltam, és nem nagyon akartam abból a helyzetből kilendülni. Lehet, hogy ez kívülről csak néhány másodperc volt, de nekem egy örökké valóságnak tűnt. És most irány a napfény és a friss levegő, mert egy kicsit rám fér. Akkor jöjjön egy gyors összegzés arról, ami odabent volt látható, de előtte felveszem a napszemüvegemet, mert abszolút nem látok semmit ebben a fényben. Tehát összességében egy teljesen jó kiállítás volt, talán két megkötéssel. Az egyik az az, hogy ez egy űr történeti kiállítás a jelenkori űrkutatásról, illetve az űrkutatás jövőjéről. Finoman szólva is nagyon-nagyon-nagyon kevés információ volt. A másik dolog pedig, hogy az interaktív rész és a statikus rész jelentősen elkülönül egymástól, úgyhogy ezt a családi program tervezésénél érdemes majd figyelembe venni. Ja, és az interaktív részek külön fizetősek a belépőjegy fölött. Viszont tényleg egy tök jó kiállításról van szó, egész jó kis quality time ide eljönni, szétnézni és élvezni az űrkutatás történetét. Hát lényegében ennyi. Itt tudtok feliratkozni a csatornára, a következő videó pedig jön rövidesen. Sziasztok!